Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a 2022-es év kihagyott hazai vonatkozású zicsereiről szeretnék beszélni. Ugye ezek azok a vasútmodellek, amiket a gyártó viszonylag könnyen, minimális befektetéssel kiadhattak volna, mégsem tették. Tartsatok velem a videóba, és nézzük meg, hogy szerintem mi az, ami idén kimaradt. Elsősorban ebben a videóban kifejezetten ugye a mávos és gyeseves dolgokról szeretnék beszélni, nem pedig minden a hazánkba bejáró vagy bejárt korábbi járművekről. Először is a korábban a VSBA-nál szolgáló, a MÁV Start által nemrégiben megvásárolt fekvőhelyes és háló kocsik. Hát ezek a kocsik ugye most már egyre több nemzetközi vonatban is közlekednek. Ezekhez a kocsikhoz tartozó alapmodellek megtalálhatóak az LS Models kínálatába, így ők minden probléma nélkül ki tudnák adni ezeket a járműveket, hiszen kívülről semmilyen extra változás nem történt rajtuk, egyedül a festésük módosult ezeknek a kocsiknak, ugye megkapták ezt a klasszikus új színtervet, amit a MÁV Start ugye elkezdett rendszeresíteni a nemzetközi járművein. Az arculat javított Győri Y kocsik. Ezek azok a kocsik, amiket ugye a MÁV Start így a 2010-es évek elején kezdett el feljavítani. Itt ugye elsősorban a BD típusú kocsikra gondolok, ugye ezek azok, amik már nyomógombos ajtóval rendelkeznek, illetve a Halberstadti kocsikhoz hasonlóan fönt is található rajtuk egy végigfutó sáv. Hát ezt a kocsit ugye elsősorban a Tillig tudná kiadni, ugye neki van olyan alapmodelle, amire rá lehet húzni ezt a magyar kocsit, nem teljesen exakt, viszont ugye hát már korábban is adott ki a Tillig hasonló győri Y kocsit, ilyen magas tetejű Y kocsit, abszolút beleférhetne. A távolsági forgalomnak egy eléggé meghatározó járművei ezek Magyarországon, úgyhogy valószínűleg lenne kereslet ilyen típusú kocsikra is. Új színterves GOSZA kocsik. Az új színterves GOSZA kocsik közül az első darab az idén látta meg a napvilágot, akkor gördült ki innen Dunakesziről, a járműjavítóból. Nem lenne rossz dolog, hogyha ezt a rokó a jövőben kihozná, hát idénre ugye azért már egy kicsit lekéstünk róla, de esetleg a jövő évi újdonságok között biztos jó lenne látni egy ilyen járművet is. MÁV Startos VLAB, azaz a görlici hálókocsi. Hát ezt tavaly is ugye a tavalyi kihagyott zicserekben is említettem. A Hungária szedbe ugye a szet részeként kaptunk egy ilyen hálókocsit, de a hatodik korszakos verziója az sajnos az nem érkezett meg a mai napig, pedig rengeteg külföldi nemzetközi vonatba járkál ez a jármű az elmúlt időszakokba, úgyhogy abszolút felhasználható, nem csak hazai vonatkozásban ez a kocsi. Ennél a kocsinál gyakorlatilag egy tamponozási variánsról beszélünk, létező színterv, csak a feliratokat kéne módosítani a gyártónak, de hát úgy néz ki, a rokó ezt nem tette meg. A Halberstadti vezérlő kocsi is egy nagyon régóta a levegőben lógó dolog, ugye a rokónak van alapmodellje, ugye voltak ott problémák a szerszámmal kapcsolatban, de újra elkezdte gyártani, ugye először a menta színűt adta ki, ha jól emlékszem, a tavaly előtti év folyamán, úgyhogy lenne hozzá alapmodell, lenne miből elkészíteni a MÁV Startos verziót, célszerű lenne most már az új sárga első résszel készült kocsit, ugye azt kihozni, ami manapság ugye a Traxokkal, BMX kocsikkal már inga vonatként közlekedik, illetve ugye különböző szívis intercitykbe is rendszeresen használják inga üzemmódba, vezérlő kocsiként ezt a kocsitípust, úgyhogy abszolút egy olyan valamiről beszélünk, ami napi szinten ugye látható a közforgalomban. Gyeseves Rába Intercity kocsik. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye az ACME rendelkezik ezekhez a kocsikhoz való alapmodellel, de valamiért eddig nem igazán harapott rá erre a témára. Hogyha minden jól megy, és hogyha jól láttam a kis katalógusunkban, akkor az idén megjelenő, remélhetőleg megjelenő, nagyon-nagyon remélem, hogy megjelenő mávos szetnél már ugye a teli osztott ablakos verzió lesz az ablaksor, és ez reményt adhat arra, hogy ezekből a kocsikból egyszer majd elkészítsék a gyeseves verziót is, hiszen ugye a gyesevesnek minden kocsia
teli osztott ablakos, ugye felváltva, nem pedig végig osztott ablakos, mint az eddigi első szériás ilyen mávos rába IC kocsik. Arculat javított, illetve új színterves rába IC kocsik. Az új színtervel is kezdték ellátni ezeket a kocsikat. Szintén idén jött ki az első ilyen kocsi Dunakesziről, de akár a jövőben ez lehetne egy nagyon jó kis témája az Acme-nak, hogyha sikerülne végre kiadni a sima mávos kocsikat is, illetve ugye ugyanennek a kocsi típusnak a startos arculatjavított verziója, itt ugye arra gondolok, aminek a végén már narancsszínű az ajtó, illetve aminél már szintén ott fönt végig fut a kis fehér csík, mint a Halberstadt-i kocsiknál. Máv startos vagy gyeseves flörtök. Ez tavaly is ott volt a listán, azóta se történt változás. Magyarország legnagyobb darabszámban forgalomba levő villamos motorvonatát valahogy továbbra se akarja senki kiadni, illetve hát egy gyártó adhatná ki a Lilliput. Nem tudom, hogy nekik mi a jelenlegi üzleti modelljük. Egy biztos, valószínűleg kereslet lenne ezekre a motorvonatokra is, hiszen azért lépten nyomon elég gyakran beléjük lehet botlani a hazai vasúton, gyakorlatilag az elővárosi forgalom meghatározó járműveiről van szó. És mivel ugye az előző szériát, a piros flörtöt már évek óta nem lehet kapni, és az áruk gyakorlatilag a csillagos egekben van jelenleg a használt piacon, feltételezem, hogy azért valamekkora kereslet lenne erre a típusra. A gyeseves verziót megértem, hiszen ugye annyira nem egy prominens járműve ez a magyar vasútnak, ugye nekik jóval kevesebb darab is van ebből a változatból, de esetleg egy kisebb szériába talán az is elfogyna. Más startkész motorvonatok. Ugye ez egy nehéz téma, tavaly is említettem, hogy elvileg lenne hozzá bázismodellje, szintén ugye a Lilliputnak, viszont bizonyos kompromisszumokkal lehetne csak azt a modellt felhasználni a magyar kiszhez, gyakorlatilag egy kvázi hasonló átfestés lenne csak, mint mondjuk a Rába Y kocsikat Illiktől, viszont azért itt is ugye egy eléggé domináns járműről beszélünk, amit a magyar elővárosi vasútvonalakon elég sokszor lehet látni. Egyelőre itt is nem nagyon mutatkozik érdeklődés ennek a járműnek a kiadására. Nekem egyébként így a gyártók 2022-es felhozatalából az jön le, hogy azért mozdony szinten elég jól le lesz fedve így a hazai téma, a hazai vonatkozás. Egy picit a személykocsik tekintetében lehetne szerintem hogy a jövőre vonatkozóan egy picit erősíteni, mert hogy ott vannak még azért olyan kiaknázatlan területek, amiket ki lehetne használni. Ezek mellett viszont örömömre szolgál, hogy azért a gyártók láttak fantáziát olyan dolgokba, mint például a startos szergely, mint például magánvasúti nohab, mint például az első osztályú poznani gyorsvonati kocsi. Úgyhogy én reménykedek benne így ezek alapján, hogy idővel egyre inkább szűkülni fog a lista még ki nem adott olyan modellekről, amik azért eléggé meghatározó részei a hazai vasútnak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Hogyha esetleg nektek vannak még ötleteitek arra, hogy milyen hazai mávos vagy gyeseves dolgokat lehetne megjelentetni a közeljövőben, a jövőben, különböző modellgyártók által, akkor azt a kommenteknél nyugodtan írjátok meg. Kíváncsi vagyok, hogy még mik lehetnek itt a kiaknázatlan lehetőségek között. Sziasztok!